Sokan szórakoztak a strandok éjszakáján. Rövidebb a dinnye szezon. Erős lesz az őszi szezon. Közvilágítás, korszerűsítés. Jó estét kívánok! Önök a Nagykunsági Híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. augusztus 10-én 18 óra 5 perckor. A 13. alkalommal hirdette meg a Magyar Fürdőszövetség a strandok éjszakáját. Ezen a kivételes napon hosszított nyitvatartással és különleges programokkal várták a karcagi strandolókat is. Mint Andrássy István, a Nagykunvíz és Csatornamű Kft. Ügyvezetője elmondta, már délután elkezdődtek a programok. Az idején is csatlakoztunk a strandok éjszakája programsorozathoz. Többféle programot állítottunk össze, ez délután 16 órától éjfélig. Itt gondolok a stand-up műsorra, gyerek műsorra, koncertünk lesz, illetve a vízitűzi játék. Továbbá 16 órától este 9 óráig a Kátai Gábor Kórháztól vannak itt hölgyek, akik ilyen egészségfelmérést, életmód tanácsokat fognak adni a kedves vendégeinknek. Pár évvel ezelőtt már nagy sikere volt a vízitűzi játéknak, így az idei fürdők éjszakáját is ezzel a látványos produkcióval zárták Karcagon. Megtévesztő az elnevezés a vízitűzi játéknak, vízi játék elméletileg. A vízi játéknak tulajdonképpen az a lényege, hogy egy vízképet, vízsugár megy fel egészen 10-12 méter magasságig, ez különféle fényekkel megvilágítva, egy aláfestő zenével, de nagyon népszerű, eddig is már az eddigi évek során is ezt alkalmaztuk, és most is alkalmazzuk. A TBC együttes is örült a meghívásnak. Erről Perge Tibor szólt, hiszen a pandémia alatt elmaradtak a koncertek, és mostantól már újra találkozhatnak a közönséggel, ami jó érzés számukra is. Hát igazából már nagyon izgatottan vártuk, ugyanis nyilván már itt a Covid helyzet miatt egy kicsit kiestek így a koncertek, ezért minden egyes koncert dátum nagyon nagy élmény számunkra, és hatalmas nagy izgalommal tölt el bennünket, és már hetekkel ezelőtt már gyújtunk erre az estére. Vegyes a repertoárunk, próbálunk igazából minden igényt kielégíteni, de én úgy gondolom, hogy aki képes rá, az itt a medencében is meg tud rá mozdulni, és ugyanúgy szépen táncikál. Az estre nosztalgia számokkal készültek, és egyáltalán nem zavarja őket, hogy a közönség most nem a színpad előtt, hanem a medencékből tapsol a zenekarnak. Jó látni, hogy a medencéből is visszatekintenek ránk pozitív szemek, és igazából ez egy teljesen más jellegű hangulatot idéz, de nagyszerű, mert igazából ide előtte is szoktak ide néha kijönni a medencéből, meg látszik, hogy élvezik oda ment a medencében, és igazából együtt zenélünk, együtt örülünk. Perge Tibor, egy másik karcagi zenekar tagja, a medencéből hallgatta a koncertet. Örülök, hogy itt lehetek. Általában egy héten több alkalommal ki vagyok a fürdőbe, és az ilyesmi színesíti a hétvégét. Ráadásul jó, ha erre zenélnek. Örömmel hallgatom őket, szeretem az élő zenét kifejezetten. Hajdú Csilla az éjszakai fürdőzésnek az uszoda használatát emelte ki, hogy ott a napi úszását most is teljesíthette. Várom, igen, mert ugye napközben az ember dolgozik, és akkor éjszaka van ideje egy kicsit lelazulni, meg leúszni azt a napi penzumot, amit magamnak előírtam. Nem kell sietni, nem kell kapkodni, úgyhogy szerintem jó lenne, hogyha ezt bevezetnék legalábbis minden hétvégén, hogy lenne ilyen éjszakai fürdőzés. Itt a gyógyvízben nagyon jó, mert találkozik az ember ismerősökkel, mindent meg tudunk beszélni, a kertészkedést, a főzést, az aktuális problémákat, az időjárást, és akkor innen döntően teljesen feltöltődve megy ki az ember, hogy jó ez az éjszakai fürdőzés. Véleménye szerint jó lenne, ha évente több alkalommal lenne fürdők éjszakája, mert ez egy jó kezdeményezés. A jelenleginél alacsonyabb árakra már nem lehet számítani. Ahogy csökken a piacra érkező dinnye mennyisége, úgy kúsznak majd egyre feljebb az árak. Ez is egy érett dinnye. Ez olyan 30 kiló körül. 25 kilónál biztos nagyobb.
Az extrém hőhullám miatt az idei dinnye szezon csúcs időszaka jelentősen lerövidült, a későbbre időzített tételek is korábban érnek be, írta a Magyar Nemzet, a Magyar Zöldség Gyümölcs szakmaközi szervezetre hivatkozva. Édes legyen az a lényeg, és hát ugye mivel föl van felezve, illetve egyedelve van, így akkor a szín alapján is lehet látni, hogy kristályos, nem kristályos, így akkor ez alapján tudok választani. Meg kell szagolni az illatát, meg a csumáját kell megnézni, hogy egy kicsit el van-e száradva, és akkor a jó, és az illata az, ami igazándiból adja azt, hogy jó vagy nem jó. Tehát nem szín alapján, mint ahogy itt sárga, ez lehet, hogy belülről már megvan egy kicsit rohadva. Inkább csak az illata meg, hogy el van így a csumája törve. Úgyhogy én ezt szeretem legjobban, a görög dinnye az annyira nem jó. Nem szoktam megkóstolni, nem, mert már így rálátásról is ismerem, meg a kereskedőket is ismerem, úgyhogy tudom, hogy ki miért árul. Ez a fajta, ez ami a párom ezt szereti nagyon. Én, hát én, mert zöld, meg nagyon édes a belseje. Én meg ezt, mind a kettőt szeretem, ez igaz, de hát eléggé borsos még az árak. Ez egy érett dinnye, ilyen csizmaszerű hangja van. Ennek még vastag lehet a haja. Ez meg egy nem érett dinnye. Nagyon perkős. Majd mindent felvágom, megmutatom. Tehát ez egy teljesen érett dinnye. Mert ennek ilyen vastagabb haja van. Ez is érett. Hát, igazán látszik a magján, hogy ezeknek még nem fekete a magja, az érett dinnyének meg fekete. A hőség miatt a termés átlagok is sok helyen elmaradnak majd a szokásostól. Van, ahol hektáronként 20 tonna a hozambeli különbség az előző évekhez képest. Nekem itt ezek a fólia alagutasok, ami áprilisből lett elpalántálva és lett rátéve fólia alagút, körülbelül egy harmadát teremte a száj miatt, mint tavaly. Majd amit május végén palántáltunk, szabadföldi dinnyét, az augusztus 10-20-a fele fog érni. Most a fólia alagutasok dinnyék, az körülbelül már az első meg a második kötés az letermett, azok majd újra kötnek, a szabadföldi dinnyék igaz, augusztusban, szeptemberig tart a dinnye szezon körülbelül. Hiánytól azonban nem kell tartani, a hazai piacok ellátása bőségesen biztosított, és elképzelhető, hogy a következő hetekben is jut majd exportra is a magyar dinnyéből. Hát a jó dinnye, az a friss dinnye, nem ami három hete már ott áll a pulton, azt onnan tudjuk eldönteni, a szárára ránézünk, és zöld a szára egy olyan 2-3 centis darab, arról meglátszik, hogy mikor lett leszedve. Van, aki el van tévedve, azt mondja, hogy ennek még nincs elszáradva szára, az nem is jó. Hát az a nem jó, aminek már el van száradva szára, az régen. Szín alapján úgy lehet, hogy nem sötét zöld, hanem az érett dinnye az megmattul egy kicsit. A kopogtatás meg, ahogy üssük a dinnyét, olyan csizmaszár, mintha csizmát ütnénk, olyan hangot kell neki kérni. A fegyverneki termelő szerint alacsonyabb árakra már nem lehet számítani. Ahogyan csökken a piacra érkező dinnye mennyisége, úgy kúsznak majd egyre feljebb az árak is. Én 300 forinttól 580 forintig adom kilóját. Vannak nekem ezek a nagyon nagy dinnyék, ami 10 kiló felettiek, 10-20 kilósok, azoknak 580 az ára, 300 forint meg a 10 kiló alattiaknak. Az egyik fő termesztő körzetben, Békés megyében az utóbbi napokban átlagosan kilónként 80-100 forint körül alakult a magvas, 115-120 forintos sávban mozgott a magszegény dinnye termelőjára. Megjegyezték, hogy az ágazat szereplői az idén az elmúlt évekkel ellentétben elégedettek az árak alakulásával.
Erős lesz az őszi szezon a szálláshelyeken, a jelenlegi adatok alapján a szeptemberi és októberi foglalási szint jóval magasabb, mint tavaly, és már a 2019-es utolsó negyedéves szintet is túllépték. A Karcag Televíziónak küldött csütörtöki elemzés szerint a portálon leadott foglalások alapján az idén a második negyedében a főváros után Siófok és Eger vonzotta a legtöbb vendéget. Minden ötödik foglalás a Balaton térségébe szólt. Az észak-magyarországi régió követte a foglalások 17%-ával, a harmadik helyen pedig a főváros és környéke végzett a foglalások 12%-ával. Országosan az egyfőre eső éjszakánkénti átlagár április-júniusban 11 000 forint volt, ez 39%-os növekedés 2019-hez képest. Közölték, az idei második negyedében az áprilisi négynapos húsvéti hosszú hétvége és június elejére eső háromnapos pünkösdi hosszú hétvége a belföldi turizmus meghatározó mozgatórugói voltak. A szállás.hu adatai szerint a húsvéti hosszú hétvégére már valamennyi partnerük április elején teltházat jelzett, a pünkös viszont lassabban fogyott. A második negyedében a szállás.hu által közvetített bruttó szobaárbevétel 57%-kal nőtt 2019 második negyedévéhez képest, amikor ebben az időszakban utoljára lehetett hasonló feltételekkel utazni. Ugyanakkor a foglalások csupán 15%-kal, a vendégek száma pedig 13%-kal bővült. Nem lélegezhettek fel a hazai turisztikai szereplők ebben a negyedében sem. A hosszú hétvégék élénkítették a turizmust. A háború miatt kieső orosz vendégek, a szektorban erősödő munkaerőhiány és az időjárás nehezítette az ágazat helyzetét. Kitért arra, hogy a foglalási szint magas a nyárra, közben a kereslet tetőzni és lassulni látszik. Hasonlóan a pandémia előtti évek szezonalitásához. Idén ősszel egyetlen hosszú hétvége lesz, viszont az négy napos, mivel minden szentek november 1-je kedre esik. A hosszú hétvégék iránt mindig kimagasló a kereslet. Érdemes előre tervezni és lefoglalni az áhított szállást. Folyamatosan halad a közvilágítás korszerűsítése a városban. Már több utcán teljes hosszában megújultak a világító lámpatestek. Jobb, korszerűbb, de talán a legfontosabb, hogy nagyobb fényerejű, világosabb és egyben takarékosabb az új fényforrás. A közvilágítás korszerűsítése az energiaárak emelkedése miatt is szükségesnek látszott. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!